Az idei év valóban egy picit később kezdődött, mint a tavalyi év. Tavaly augusztus 10-én kezdtük meg az Irsai Olivérrel a szüretet. Idén is ez már megtörtént. Ez augusztus 16-ára, 17-ére esett. Tehát nagyjából ilyen 15-6 nappal vagyunk a tavalyhoz képest az első szürettel, úgymond idézőjelbe téve csúszással. Ettől függetlenül egyébként a szőlőnek a paraméterei azok nagyon-nagyon szépek voltak. Nagyon arányos volt benne a sav, a pH, a cukor tartalom, és hát eddig most a tartályból úgy nézem, hogy egy nagyon szép tétel is erjed benne. Szeptember elején azért meg fog kezdődni a szüret. Biztos vagyok benne, hogy sok kollega nekiáll majd kék szőlőt is szüretelni rozé készítés céljából, illetve ahol van esetleg a borvidéken korábban érő kék szőlő, például a kékoportó, azokat is lassan most már elkezdik majd szüretelni, és szépen lassan bekerülnek a pincébe. Mi bízunk abba, hogy egy meleg száraz ősznek nézzünk elébe, és akkor szerintem jó évjárat is kialakulhat. Alapvetően az alap sorokat keresik a legtöbbet, ebbe adunk el a legtöbb mennyiséget. Szekszárdi borvidék ide vagy oda, nagyon népszerű lett az idejében a fehérborunk, nagyon-nagyon nagy mennyiségben eladtunk belőle, és ez a jövő évben is úgy néz ki, folytatódni fog, vagy legalábbis az eddig befutott rendelések, illetve piacigények szerint tovább fogunk egy picit erősödni fehérborban. A rozé egyre népszerűbb, mellett a könnyedebb vörösboraink. A két kategória van, van egy alapkategória, ahol tényleg egy könnyedebb gyümölcsös vörösborokat lehet kóstolni, illetve van egy középkategória, ami való légy körülbelül középszinten helyezkedik el. Ezek árértékben úgy látom, hogy a fogyasztók szempontjából legjobban megfizethető tételek, jó kis a borok, úgyhogy nagyon kedvelik. És hát nyilván a düllös kategóriákról, illetve a prémium borok, arra még mindig megvan az igény. Fajtában nincs, most már az elmúlt pár évben azért úgy beáll a pince. Természetesen minden évben csiszolunk a boraink minőségén, egy picit keressük azt a stílust, ami a fogyasztók is nagyobb örömet lelnek benne. Sok átalakításon átesett a pincészet, gyakorlatilag váltottunk egy-két palacformát is, egy picit átdolgoztunk a küvéinket, egy picit másabb ízekkel lehet majd találkozni. Amit szeretnék mindenképpen kihozni, az egy gyöngyöző bor lesz, annak lesz egy igazán meglepetés palackja is majd. Remélem el is készülünk, de hát nyilván egyelőre úgy állunk, hogy minden rendben lesz. És azon kívül egyébként a megszokott ételeinkkel várjuk a fogyasztóinkat.